Bemutatták Kontra Ferenc Idegen című regényét. A mű három korábbi regény összegzése. Ezek a gimnazisták, a farkasok órája és a vín a síneken túl. Mind a három regény főhőse egy idegen, aki egy új hazában próbál egzisztenciát teremteni, és mindig az a tétje ennek a vándorlásnak, hogy sikerül-e ez neki. El tudja-e magát fogadtatni, vagy egyszerűen úgy definiálja magát, hogy már pedig ő idegen marad, de ettől még nyugodtan találhat új otthonra más országokban is. Kotra Ferencnél nem először fordult elő, hogy átírja regényeit. Ezt a feldolgozást a kritikus úgy értelmezi, mint az irodalom provokációját. Az újrakiadás egy teljesen más regényt eredményezett, nem teljesen más, de alapvetően szerintem nagyon fontos elemek módosultak benne. A Márai Sándor díjas író ma is tevékenykedik a Magyar Szónapilapnál. A Kilátó című irodalmi mellékletnek a szerkesztője.